Die Deutsche Selbstverwaltung von Großmannok hielt ihre erste Sitzung des Jahres ab, bei der einer der wichtigsten Themen war der Haushalt für 2023. Nyilván igyekszünk mindig a költségvetést úgy megalkotni, hogy azért tudjunk haladni a terveinkkel, amik fontosak. Hát tervezni tervezünk hozzá, és a többi napirendi pont még érinti egy kicsit az együttműködést az iskolával, óvodával, egy kicsit a programokat próbáljuk újra tárgyalni, kicsit bővebben. Ugye a tavalyi évben már elővettünk egy kicsit programokat, és próbálunk most egy kicsit belemélyülni. Hát igyekszünk megteremteni a programokat, néha nehéz, egyéb szempontok miatt nem jöhet létre, de most is egy tánctalálkozóban délőtt éppen beszéltem valakivel, hogy talán sikerül, és nyilván a tájház udvarán természetesen, hát az nekünk a szívügyünk, mint önkormányzat, mi vagyunk a működtetők. Április elején, talán 8-án pontosan van a tájházak napja. Ide szeretnénk egy kis iskolai, óvodai, táncos programot szervezni a tájház udvarára, mert természetesen nyitott tájházzal. A következő program az talán ott július környékén a múzeumok éjszakája lesz. Itt egy kicsit megpróbálunk belemélyülni az éjszakában, mert természetesen benne van a nevében, filmvetítéssel vagy egyéb érdekességgel, és nagyon szeretnénk belefűzni a hagyományőrzést. Fontosnak tartjuk, hogy ez belekerüljön. Zárásként az advent nyitó, igaz, hogy most zárásnak mondtam, de az adventi időszakot szoktuk megnyitni, szintén a tájház udvarán, egy kicsit hangolódjanak az emberek erre az évvégi csodálatos ünnepre. Die Tradition lebendig zu halten, ist es wichtig, dass die deutsche Sprache und das deutsche Brauchtum auch im Leben der jungen Generationen präsent sind. Während der Woche der Nationalitäten ist dies im örtlichen Kindergarten, der auch ein beliebtes Ziel für die Vertreter ist, noch wichtiger. Az óvodában oda szerett ellátogatni, ha tehetjük igazán, ha a munkaidőnk megengedi, hogy így mondjam, de természetesen az eszközöket meg egyéb segítséget nyújtunk ehhez. A tájház látogatottságát is minden évben egyszer ellátogatnak, az óvodások is, az iskolások is legtöbbször. Például tavaly év végén sikerült a Bonyhád iskolából jött két nap gyerekcsoport, elég sok gyermek érkezett, 80 fős volt az egyik csoport, 70 fős volt a másik csoport, és nagyon ők is a nemzetiségi héten belül tettek látogatást nálunk, nagyon meg voltak elégedve, Erzsi néni vezette őket, nagyon szerették, úgy magyarázott nekik, és olyan dolgokat mondott, amire a tanítónénik már felhívták a figyelmet, a gyerekek tudtak rá válaszolni azon a nyelven, azon az anyanyelven, és nagyon-nagyon tetszett nekik, hogy így közelítették meg, tehát nem olyan monotonon elmondták, hanem egy kicsit bekapcsolták a gyerekeket. De hát ez szerintem mindig fontos egy ilyen kontaktus teremtésben. Elsősorban őtőlük várjuk a hívószót, mert ők tudják fontosabban, pontosabban, hogy mire szeretnének most anyagi lehetőséget keresni, vagy találni nálunk, és természetesen az anyagi lehetőségek keretében igyekszünk egyenlő arányban segíteni úgy az iskolát, úgy az óvodát, akár a tánccsoportot, akár a Reichesheimi Baráti Egyesületet, akik tavalyi évben vendégül látták a partnerkapcsolatunkat, Reichesheim városát. A búcsú kapcsán voltak itt több napon keresztül. Ebben segítettünk, az ő vendéglátásukban jobban mondva segítettük ezt az egyesületet. Neben der erwähnten deutschen Siedlungen hat Großmannok auch mehrere externe Verbindungen, die unter anderem dazu beitragen, dass die Traditionen der Volksgruppe nicht in Vergessenheit geraten. Tainz van Németországból, Jablonka, hát ő egy másik kapcsolat, de jobbára velük azért mi akkor aktívabban vagyunk ott német területen. Reichesheimmal talán egy kicsit jobban sikerült kiépíteni a kapcsolatot. Lehet, hogy köszönhető ennek a baráti egyesületnek ez a kapcsolat teremtése, keresik egymást, én úgy érzékelem, és nem csak mondják, hanem valóban jönnek, és a Reichesheimiak is jönnek ide, és a nagymányukiak is mennek Reichesheimba. Tehát, hogy kialakul, nem azt mondom, hogy minden évben, de keresik a kapcsolatokat is azt, hogy azért találkozhassanak is, és nyilván akkor itt bemutatják a környéket, a hagyományokat, és hát több mindenben így próbálnak programokat szervezni. A hagyományőrzés, ugyebár ez a fő eleme, amire talán így a német nemzetiségi fekteti jobban a hangsúlyt, hogy a hagyományokat, ha megőriztük, megtartjuk, hogyan tudjuk továbbadni, miként fogják fogadni, keres egy olyan felületet, ahogy a mai világban mondják. A felület az talán a gyerek, a felnövekvő nemzedék, és ezért talán jó is az
az egyesület, a tánccsoport, hogy a legkisebbtől a legnagyobbik, a felnőtt generációig megtalálod benne őket, és így talán van egy ilyen vonulata a dolognak, talán nem a legjobb szó rá, de ezt fontosnak tartom, hogy a kicsitől a legnagyobbig, és így akkor talán megmaradnak a hagyományok az itt helyben régen mondott, énekelt, táncolt és bevált szokások. Und in der Tat haben in Großmarnock sowohl die jüngsten Gemeindemitglieder als auch die Erwachsenen die Möglichkeit, Mitglied des traditionellen Vereins zu werden. Glück auch Großmarnock, die deutsche Tradition wächst der, präsentieren sich nicht nur bei Veranstaltungen in der Gemeinde. Az elmúlt két év, vagy a korábbi két évben kicsit ritkábban ugye a pandémia miatt, de az elmúlt évben kezdett visszaállni a rend. Ilyen éves szinten én azt gondolom, ilyen 10-15 fellépésünk van, és ez főleg inkább ez a nyári időszakra tehető. Vannak óvodásaink, vannak mármint óvodás csoportunk, vannak ugye az iskolás gyerekek, ugye ők nem tagok még, 14 éves kortól tagok, a taglétszámunk az jelenleg olyan 76 fő körül van, ugye van egy énekkarunk is, ők az idősebbek, és akkor így egészülünk ki ketten egymással. A hagyományőrzés, ugye ez is van a célkitűzéseink között. Ez egyre nehezebb ugye a mai világban, itt ebben a rohanó és az informatika világában. Hála Istennek nekünk sikerült egyelőre még a gyerekeknek a figyelmét úgy fenntartani, és olyan programokat csinálni, gyerektáborokat csinálni, amiben úgymond magunkhoz tudjuk őket kötni, meg a magához, a hagyományhoz. És reméljük, hogy lesz, aki tovább viszi ezt, mert azért ez egy elég nehéz dolog lesz nekik is. Die wichtigste Veranstaltung des Vereins ist das Abschied-, Wein- und Strudelfestival, bei dem die Besucher die Traditionen durch die Darbietungen der in Trachten gekleideten Mitglieder erleben können. Egyrészt van az a nagymányoki búcsús táncunk gyakorlatilag, ez a hagyomány része. Ugye a nagymányokon azért a bor nyilván itt a hegyek vagy a dombok miatt ugye nyilván nem szexár, de azért nálunk is fontos. A strudel ugye az meg a rétes németül, és próbáltuk ezt az ételt, a szórakozást és az italt valahogy egybehozni. És ezt csináljuk, most lesz a 25. éve. Der Verband bereitet sich mit Unterstützung der nationalen Regierung auf das Jubiläum vor.